Eredményesen szerepeltek a csornai karatésok az idei nyáron rendezett országos és nemzetközi versenyeken. A versenyek eredményeiről Horváth Tibor karateedző tájékoztatja nézőinket. Az utolsó riport óta eléggé sok esemény történt a csoportunk életében. Talán úgy kezdeném, hogy valamikor a diákolimpia után volt egy komoly verseny, amit egy másik szervezet meghívására csináltunk. Ez a verseny Orosházán zajlott. Nagyon komoly, több száz létszámos verseny, nemzetközi minősítő verseny volt. Ezen vettünk részt. Eszter, Kovács Eszter az egyik egykiús tanítványunk, ezen a komoly verseny harmadik helyezést ért el. De talán még ezt is megelőzi az a komoly esemény, ami a magyar bajnokságnak a megtörténte. Minden éven, illetve tavaly év óta próbálkoztunk a felnőtt magyar bajnokságon eredményeket összehozni. A tavalyi év nem volt olyan sikeres, viszont ugye ez a kis hölgy, az Eszter, ez ebben az évben sikeresen a harmadik helyre tudta magát feltornázni, és talán így, mint magyar bajnokság is felnőtt, az első olyan eredmény volt, ami kimagasló volt ebben az évben, az év elején. És akkor jött az orosházi harmadik hely, és bizony jöttek egyre jobb eredmények, tehát az az év arról szól, hogy egy kicsikét több eredményt tudtunk összehozni, és bizony az Euróbajnokságon, ahol igazából már többször részt vettünk az évek során, és mindig csak a dobogó közelébe tudtunk kerülni, a junior korosztályban ugyanek a hölgynek a testvére, Kovács Ádám a második helyét tudta magát föltornászni. Ez a második hely azért igazán kimagasló, mert az ellenfel egy hazai versenyző volt, és csak második hosszabbítás után tudott győzni, ott is bírói ítélettel. Úgyhogy bizony egy-kétszer felvillant az a lehetőség, hogy az Ádám még az első is, tehát meg tudta volna nyerni az Európa-bajnokságot, de hát a sors nem ezt hozta, de remélem, hogy sok tapasztalat szerzett belőle. Így bízom benne, hogy a következő évek során ezt majd fölülbírálja. Itt azért meg kell említenem, hogy ezt az eredményt, ezt nagyon komolyan értékelte a város, és mi számunkra nagyon komoly meglepetésként jött, hogy egy díszóklevelet kaptunk az önkormányzattól, a város vezetésétől úgy, hogy igazából ezt a város egyik úgynevezett közgyűlésén adták át ott a képviselők előtt, úgyhogy ezt így nagyon szépen köszönjük, ezt a megtisztelő, illetve elismerést, tényleg egy kicsit az ember meghatódott, hisz oly régóta edzegetünk már így különböző harcművészeti eseményeken az évtizedek óta, és még ilyenfajta elismerést sose kaptunk, ami így a civil szférából így komolyan történt volna. Na most az legutolsó ilyen komoly verseny igazából Szentesen történt talán 3-4 héttel ezelőtt. Ez 2009-ben volt egy nagyon komoly világbajnokság, és ezt követte ez a második ilyen turnament Szentes városának polgármestere támogatásával. Ez a világversenyen 600 induló volt, persze ebben a gyerekkorosztályban van, szintén egy nemzetközi komoly verseny. Az Eszternek az indulását ezt igazából úgy gondoltuk, hogy elhasszuk, hiszen úgy gondoltuk, abban az időszakban már egy felkészülésen van, egy dan felkészítésen van túl, amit kár lett volna egy ilyen versennyel, vagy esetleg egy sérüléssel úgymond ezt a komoly felkészülést keresztbe vágni. Ezért úgy beszéltük meg, hogy ezt a versenyt ő kihagyja. Viszont a testvér, az öccse, az Ádám részt vett ezen a versenyen, és nem oly könnyen, de bizony az első helyet el tudtuk hozni. És ez igazából egy nagyon komoly eredménynek számít, mert az Ádámnak ebben az évben van lehetőség utoljára junior korosztályban versenyezni. Van neki még egy nemzetközi lehetősége talán ki Kroáciában, a horvát bajnokság, illetve idehaza az utánpótlás bajnokság és a utánpótlás magyar bajnokság. Ez a két-három versennyel, és igazából ebben ez a korosztályi szereplés neki számára teljesen bezárult. Már csak a következő évben a felnőttek között kicsit keményebben kell, hiszen azért ott már nem lesz védőfelszerelés, eltűnik az egyetlen sípcsontvédő is, ami eddig védte a lábfejét, és innentől már a felnőttek között kell majd dolgozni. Meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ezek az évvégi versenyek, és
hogyha tényleg olyan jó eredményeket tudunk összehozni, akkor a következő évben megpróbálkozunk, ha más nem egy U22-es versenyeken kipróbálni, hogy mennyire tudja megállni magát a felnőttek között, hiszen itt egy lépcső, van egy törés, és azért nem biztos, hogy egyszerre kell belemenni ebbe a keményebb küzdelmekbe. Meglátjuk, hogy tudjuk ezt az évet bezárni. Még egy kellemes dologról szeretnék itt pár mondatot elmondani. Most jöttünk haza az edzőtáborból, a múlt héten az edzőtáborunkat tartottuk a Balatonon. Ez a nemzetközi tábor alkalmas arra, hogy minden évben komoly magasöves vizsgákat tegyenek a tanítványok, a karatésok. Nálunk is elékezett az idő, Kovács Eszter személyében a hétvégén szombaton újabb mesterrel gyarapodott a létszám. Az ifjú kis hölgy sikeresen vette az akadályt, és a szombati naptól egydanos mester lett. Úgyhogy talán majd most fogjuk neki ünnepelni az edzés végén. Nagyon örülök neki, hiszen egy ifjú hölgy nagyon szorgalmasan dolgozik, és nagyon szépen megcsinálta a vizsgát. A vizsga ugye két dologból tevődik össze, a technika és a küzdelmi rész. Én a küzdelmi részben felügyeltem inkább ott a vizsgázókat, a technikai részben nem vettem részt, de maga a felkészülés során már láttam, hogy egy stabil, korrekt munkát tud végezni. Nagyon bíztam abban, hogy sikeres lesz az a dolog, és úgy tudunk neki majd gratulálni. Hát ugye a DAN vizsgának a összetételére, vagy maga annak a összegzésére annyit ki tudnám mondani, hogy ez sikeres volt, de mégis ez egy hosszú folyamat. A karatéban ugye öfokozatok vannak ahhoz, hogy a gyerekek, illetve a karatékák időnként, fél évenként, évenként, vagy akár több évenként is a szakmai tudásukról úgynevezett vizsga alapján bizonyítványt szerezzenek. Ezek a DAN vizsgák, ahogy mondtam, csak ilyen nemzetközi edzőtáborokban valósulnak meg, itt két részből tevődnek össze. Van egy technikai vizsga, ami bázis gyakorlatokból, mozgásokból, alap, kihont mozgásokból, esetleg páros gyakorlatokból tevődik össze, ami részben kötött, részben kötetlen gyakorlatok. Van egy olyan része ennek a technikai vizsgának, ami úgynevezett kátákból áll. A káta az egy elképzelt ellenfél elleni küzdelmet jelent, kötött formában, és ennek a pontosságát, dinamikáját, korrekt átadását, amiben igazán van a harci szellem, a dinamika, a fókusz, illetve maga az a fajta áttérzés, amiben egy küzdelem során tulajdonképpen közvetítesz a nézőnek. Ezek a kátákból tevődnek össze a vizsgának ezek a fajta részei, és hogyha ezeket sikeresen meg tudta csinálni a vizsgázó legalább 75%-ban, akkor van esélye arra, hogy a küzdelembe tovább jusson. Itt megint tehát azt még mondanám, hogy a technikai vizsgák is az öfokozatokkal mértékben egyre több anyagot kérnek, időtartamon is egyre tovább tart. Tehát egy ilyen DAN vizsga az 2-3 óráig tart. Ugye van erőllét, tehát mondhatnám azt, hogy lehet csinálni rugásokat, fekvőtámaszokat, egyéb ilyen technikákat intenzíven, tehát nagyon el lehet benne fáradni. Tehát a vizsgának ez is része, hogy a vizsgázóknak úgynevezett fizikai és mentális kitartására számot adjanak ezekre a vizsgákon. Na most azért általában ez a dél 1 óra körül vége van. Úgy van általában megszervezve, és délután 3-4 óra körül, mikor már ugye a nap lemegy, nincs olyan nagyon-nagyon ereje, akkor szokták összehozni a küzdelmet. Tehát van egy pici idő arra, hogy regenerálódjon, bár már volt olyan példa, hogy a technikai vizsga után 1 óra múlva ment a küzdelem, és itt bizony az első dalra 30, a másik dalra pedig 40, a harmadik dalra 50 küzdelmet kérnek a vizsga szabályzat szerint. Ennek van egy olyan kritériuma, hogy a korosztályoknál, ahogy az idő halad, így 35 év után, 40-45 éves korig, illetve egész 50, adnak kedvezményeket, amiatt, mert a fizikális adottságok ugye ilyenkor már kezdenek beszűkülni, és akkor már az 50 helyett 45, 40, 35, 30, így mennek lefele. Így a harmadik dannál, az első dannál ugye a 30-ból mennek meg ugyanígy, tehát mint egy 40 éves embernek kell küzdeni mondjuk csak 20-at. Így alakul ki ez a történet. Ezek a küzdelmek full kontakt, hiszen maga a stílus is egy full kontakt rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy teljes erejütések vannak testre, ugyebár felnőtt vizsgáról van szó, és támadható a láb, a fej. A fejnek a támadása csak érintőlegesen. Ha nagyon-nagyon erős a rúgás, akkor igazából a segítőt intik meg.
és ezeket kell másfél percenként váltott ellenfelekkel megcsinálni. Tehát ugye az aránylag egy jó kondicionális, és igazából jó mozgáskultúrával kell rendelkezni, hogy ezt valamilyen módon az ember átélje, illetve sikeresen tudja ezt igaz abszolválni. És egy ilyen vizsgát csinált meg az Eszter, úgyhogy nagy örömünkre, úgyhogy gratulálunk. És igazából jövőre megpróbálja majd a testvére, és illetve minden éven vannak lehetőségek ezeket a vizsgákat úgymond bejelentkezni rá, és felkészülni. De hát ez a felkészülés ez majdnem egy éves, jó fél éves felkészülést akar, technikai felkészülést. A nyár következő szakaszában még lesz egy, illetve több edzőtábor is, lesz egy tatai edzőtáborunk, amiben szintén egy szakmai munkán fog elindulni. Elsőn a versenyzéshez hívtuk meg más szervezetből mestereket, komoly szintű mestereket, akik adott helyzetben Japánban is járnak ki versenyzőkkel. Lesz egy horvát edzőtábor, ahol megkívást kaptunk. Ide nem sokan, de talán egy-ketten ki tudunk menni. Meglátjuk, hogy a tavalyi látogatást most viszonozva, hogyan tudjuk a nemzetközi kapcsolatokat is úgymond bővíteni. Az ősz folyamán, ami indul, már az Eszternek is, ez a Szolnok Kupa. Szeptemberről lesz egy most már második alkalommal Szolnok Kupa néven egy komoly nemzetközi verseny a felnőtteknek. Meglátjuk, hogy az Eszterre hogy tudunk felkészülni. Ő az, aki ebben a korosztályban el tud indulni. És még egy dolog, Cegléden lesz az ősz folyamán egy olyan kvalifikációs verseny, ami az U22-es korosztályra ad lehetőséget, hogy ezen az Európa-bajnokságon részt vegyen. Ebben az évben Bulgáriában rendezik ezt az U22-es Európa-bajnokságot, ami annyit jelent, hogy a 22 éves kor alatti fiatal felnőttek vesznek csak részt, és ahogy mondtam az előbb az Ádámnál, azért, hogy ez a bizonyos lépcsőfok meglegyen. Tehát ne annyira az idősebbek, a rutinos, ahogy már itt akár többször Európa-bajnokok, és oda megy egy fiatal 19 éves titán, és bizony kicsit neki erős lenne a festék, ott esetleg komoly sérüléssel tudod lenni a pástról. Tehát ezért van az, hogy egy picit a fiatalokat próbálják egyfajta korosztályon belül megtartani. Erre készülünk az Eszterrel, meglátjuk, a jövőben nem látunk, szeretnénk a felkészülés sikeres legyen, és akkor igazából egy fél évvel többet tudunk mesélni. Ilyen terveink vannak az év végéig. És még egy dolgot szeretnék igazából megemlíteni, amit szintén az önkormányzatnak kell úgymond megköszönni, hogy idejében komoly támogatást kaptunk, és az egyesület vezetése, az elnök úr is segít nekünk abban, hogy egy komoly tatami rendszert tudjunk képíteni az edzésekre, és ez egy nagyon komoly lépés lenne az, hogy egy jó minőségű, akár versenyt is tudjunk a későbbiek folyamán rendezni, hiszen ez alaprésze ahhoz, hogy egy versenyt tudjunk összerakni, hiszen mindenhol már a gyerekek miatt tatamin történnek a versenynek a megrendezése. És ezt úgy néz ki, hogy az önkormányzat, illetve az egyesület segítségével meg tudjuk oldani. Ez az idei év egyik legfontosabb vagy legpozitívabb története az eredményeken kívül. Úgyhogy ezt szeretném megköszönni az önkormányzat vezetésének, illetve az egyesületünk vezetésének. Úgyhogy ilyen szép dolgokat össze tudunk hozni. Köszönöm szépen a beszélgetést!